azokat a sérült fiatalokat el kell fogadni. És az emberi méltóságban ugyanúgy meg kell tisztelni őket, mint bármelyik más gyereket, akik alkalmasak arra, hogy munkaerőpiacra eljussanak, és a mindennapjaikat úgy éljék, mint bárki más. Tehát ez lenne egy igazi cél, és ezen szeretnénk dolgozni a jövőben is. Sikerült egy olyan tantestületet összehoznom, aki érezte, hogy ez egy küldetés. Nem könnyű a mi pályánk, mert azért eléggé el van nőiesedve. Mint ahogy mondta, jó volna, ha sokkal-sokkal több férfi lenne. Tudnánk apáskodni ezeket. Ezeknek a gyerekeknek kell az apáskodás is. A kitartás, az odaadás, az elkötelezettség, ez mind olyan tulajdonságok, hogy véleményem szerint a pályán ez jó volna, szinte mindenkinél megtalálható lenne. Nem egy munka, hanem egy életforma, ami végig kell, hogy kísérjen bennünket az egész életünkben.